Egy kicsikét hagyományt szeretnénk teremteni, hiszen ez a Gunarasi Park ez nagyon jó adja magát, és a Vásártér törnyékén pedig nyugalom lesz, tehát azt gondolom, hogy ide is ki lehet jönni. A Rockmajális 2023-ban pont azon a napon kezdődött, amikor 50 évvel ezelőtt, 1973. május 19-én felavatták a fürdőt Gunarason. Igazi jubileumi koncertsorozatot adtak a rockzenészek a Szent Gergely kápolna közelében található zöldövezetben. Pintér Szilárd dombóvár polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Nagyon fontos számunkra, hogy ugyan a rendezvénysorozatunkat már elkezdtük egy héttel előbb, hiszen az országos alfa találkozóban nyitottuk meg a Gunaras 50 rendezvénysorozatot. Ma egy picit rendhagyó módon Gunarasi kápolna melletti ligetbe kezdődött el a Rockmajális, ahol pénteken 3 dombavári csapat lép fel, szombaton 2 hazai csapat és a P-Mobillal erősítjük a mezőnyt. Nagy öröm számomra, hogy azon túlmenő, hogy Gunaras 50 éves az idén, Schuster Orrándit ünnepli 70. születésnapját, tehát azt gondolom, hogy neki is és nekünk is talán emlékezetes lesz ezen. A Rockmajális második napján fellépett a Sümmadár, a V2 Riders és a P-Mobil együttes is. A 2000-es években alakult a dombóvári V2 Riders zenekar. A Rockmajális második napján léptek fel. Molnár Péter menedzseli őket, immár 12 éve, és a P-Mobil koncert szervezője is egyben. Vele beszélgettünk a koncert előtt. Ez egy eredetinek hobbi formációnak indult, aztán azóta már jelent meg nagy lemezünk is, és így a környéken elég sokat tudunk játszani. A stílusunk az a tipikus hard rock, ez a dallamosabb hard rock, amit elég sokan korosztálytól függetlenül szeretnek. És tavaly volt a lemezbemutató koncertünk itt Dombaváron a Vásártéren, és ez annyira jól sikerült, hogy azóta megbízott a polgármester úr, hogy akkor ezt a rendezvényt, ezt dombovári Rockmajális néven vigyük tovább. Tehát tágítsuk, kiléptessük fel a dombovári zenekarokat, adjuk nekik teret, és hívjunk meg egy ismert művészt is. És mivel a P-Mobilnak pedig a koncertmenedzsere vagyok, ez így adta magát, hogy ki legyen az első ismert vendég, aki fellép ezen a rendezvényen. A Rockmajális fénypontja a P-Mobil volt. Az együttes idén 50, Schuster Loránt a zenekar frontembere pedig 70 éves. Ian Anderson, aki a Jethro Tull-nak volt a futballistája, énekese, azt mondta, hogy ez egy óriási szerencse, hogy a közönség is azt szereti, amit ők játszani. P-Mobil esetében ugyanez van. Mi elkezdtünk valamit csinálni, olyan, amilyen, lehet szeretni, lehet nem. És rengeteg embernek tetszett, és tetszik a mai napig is. Így lehet, a közönséggel együtt. Gyakorlatilag a zenekarban játszott zenészek közül 10 már az égi zenekarban játszanak. Magyarul meghaltak. Azért ez egy komoly szám, és az elmúlt években valaki kiszámolta, ami 39 zenész fordult meg a zenekarban. Tehát gyakorlatilag az volt a feladat, hogy megőrizni és megtartani azt a dolgot, amit annak idején elkezdtünk. És ez úgy tűnik, hogy ez többé-kevésbé sikerült. A P-Mobil az nem egy retro zenekar, meg nem nosztalgia zenekar, még létező, rendszeresen publikáló, tehát lemezeket, CD-ket, DVD-ket adó, kiadó zenekar vagyunk. Ez a mai műsor is többé-kevésbé olyan, mint a mostan 30-án volt áprilisban az arénában Budapesten egy koncertünk, és
többé-kevésbé az a műsor lesz. Tehát a Tunyogi Berni is itt van velünk, és talán három vagy négy szám kivételében ugyanaz a műsor lesz. Tehát nem régi és nem új, hanem minden korszakból lesznek számok. Éjszakában nyúló fergeteges koncerttel ért véget a Rockmajális 2023. május 20-án.